Építési terület, hirdeti a Szekszárdi Vendéglátó Szakközépiskola kapuján a tábla. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó épületet éppen teljesen felújítják, de rövid időn belül új tornacsarnok is épülhet mögötte. Zaják Rita polgármesteri tanácsnok ugyanis kezdeményezte, hogy a munkálatok befejeztével újabb fejlesztés kezdődhessen el, vagyis tornatermet is kaphasson az iskola. Ez egy nagyon-nagyon nagy terület, abban a csücskében fog ugye a tudásközpont felépülni, itt megújul az iskola, és szerintem adja magát, hogy akkor a tornaterem az valahol szintén megépüljön, és minél inkább, minél előbb, azért, hogy így egybe legyen kész ez az egész. Ezen a területen épül ugyanis a Szekszárdi Tudásközpont, amiben a Tolna megyei I. és Gyula könyvtár és a levéltár is helyet kap majd. Valamint a tervek szerint jövőre a most még átalakítás alatt levő iskolaépület felújítása is befejeződik. Zaják Rita azt mondja, már elkezdett lobbizni annak érdekében, hogy a tornacsarnok minél előbb megépülhessen, és eddig pozitívak a visszajelzések. Beszéltem Horváth Istvánnal, ugye a térség fideszes országgyűlés, a Szekszárd fideszes országgyűlési képviselőjével, aki szintén ígéretet tett arra, hogy támogatja is a minél előbbi megvalósulásában fog dolgozni. A tornacsarnok megépítését Szekszárd polgármestere is támogatja. Ács Rezső azt mondja, a beruházás azért is lenne fontos, mert a terveik között a város sportcsarnokának felújítása is szerepel, az ott folyó munkálatok ideje alatt pedig ideális póthelyszín lehetne a nagyobb sportrendezvényeknek az iskola mellett megépülő létesítmény. Képviselő úr, frakció, polgármester, együtt kell dolgoznom azért, hogy ezzel a beruházás megvalósulhasson, és legyen új munkacsarnok a városnak. Egyébként, amikor a sportcsarnokot elkezdjük felújítani, akkor helyszínt is kell majd keresni, akár egy ilyen megoldás is lehet, hogy ez lehet egy új helyszín. A hosszú távú tervek között az is szerepel, hogy a most még gazos területen a felújított szakképzőiskola, a tornaterem és a tudásközpont mellett egy közparkot is kialakítanak a Szekszárdi Tarcsai Vilmos utcában.